Szevasztok srácok, Robi vagyok a Fly Videótól. A mai kis epizódunkban a drónos fotózás alapjaival fogunk megismerkedni, hogy aki esetleg életében először vett drónt a kezébe és szeretne fotókat készíteni vele, ne rémüljön halára a témától, hanem legyen némi alapműveltsége ezzel kapcsolatban. Gyertek velem! A teljesség igénye nélkül fogunk ebben a témában egy kicsit lubickolni. Nyilván ne azt várja ettől a kis videótól senki, hogy utána ledoktorál fotózásból, hanem tényleg ilyen alapfogalmakat fogunk tisztába tenni, és hogy egyáltalán nem kell félni ettől a témától, esetleg egy kis utómunka is sorra kerül, hogy hát ha kedvet kapnak még az igényesebb fotók készítéséhez a kedves felhasználók. Úgyhogy csapjunk is bele a lecsóba. Ugye ilyen alapfogalmakat fogok mondogatni, dobálni felétek, hogy mit tudom, egy JPG, vagy JPEG, vagy JPEG, JPEG, ahogy a Hunglish szokta emlegetni. Igen, ez például, ugye a legtöbb digitális fényképezőgépbe, digitális kamerába, ez az alap, ami benne van, ez még a nagyon ostoba gépek is, ezt tudják nyújtani, JPG-t tudnak, JPEG-et tudnak lőni. Ez egy olyan tömörített fájlformátum, ami pici helyet foglal, de nagyon sok információ elfér benne, ugye nem olyan túl sok, majd mindjárt áttérünk a fejlettebb verziókra. Tehát ez alapból ez egy tömörített állomány, ez már egy olyan fájl, egy olyan kép, amit neked készre alkot a fényképezőgéped. Tehát ezzel neked már sokat bingizni nem kell, egy picit még lehet alakítgatni, de olyan túl nagy intervallumon nem tudsz állítgatni rajta, mert ott már, ha esetleg nagyon mondjuk világosítasz, vagy sötétítesz egy képet, ott már kijön a zaj, a részletek vesznek el, stb. Tehát azért ez már viszonylag kőbevésve van, ez ami a JPG-n elhelyezkedő adat gyakorlatilag. És ugye, mivel ez egy tömörített fájlformátum, ez géptől is függ, fájl mindenféle rendszerektől függ, hogy mennyire van tömörítve, ezt még a gépen belül is állíthatod. Tehát annak nyilván nem javasolt ezt lejjebb vinni a minőségét a JPEG-nek, közben mindenféle állatok harabdálják a lábamat. Kertben vagyok, ugye, ahogy látszik a idilli környezet, tehát fényképezőgépekben, kamerákban tudod lejjebb venni a minőségét még a JPG-nek is, ami ugyan nagyon nem javasolt, mert alapból egy tömörített formátum, de ha a legjobb minőségben választod, akkor nyilván akkor lesz a legnagyobb a fájl, és akkor van a legkevésbé tömörítve. Ennél lejjebb veszed, akkor kisebb fájl lesz, viszont veszít még a minőségéből, még a JPG is, ami ugye már eleve nem a csúcs minősége a JPG, az olyan, hogy is mondjam, hogy érzékeltessem, mint például a zenében az MP3. Ugye az MP3 az egy tömörített zenei audio formátum, az olyan, mint a fotózásban egy JPEG. Ugye az MP3 a zenében mondjuk, mit tudom én, a CD minőség, a legjobb MP3 a CD minőségnek az 1/3 minőségben. Tehát össze tudjuk hasonlítani. Na most a JPG hasonlóan egy RAW, vagy RAW, vagy nyers, úgynevezett RAW képhez képest sokkal kevesebb információt tartalmaz. Ezért is a komolyabb gépek, illetve hát a DJI nem a legalsó kategória, hanem onnan följebb már, szinte mindegy DJI gép egyébként, már tud RAW-ban lőni, vagy RAW-ban magyarosan, ami ugye a nem tömörített verzió, hanem egy olyan verzió, hogy például ahhoz tudom hasonlítani, hogy előhívásra váró analóg fénykép. Tehát amikor vitted a kis, annak idején a kis tekercsfilmedet a laborba, nem tudom, mik voltak annak idején, már is felejtettem, pedig még én is jártam, még gyerekkoromban vittem előhívni fotókat, akkor a pici negatív tekercsről hívták elő a fotókat, és ott a laborban még egy picit lehetett velük játszani, világosítani, sötétíteni, tehát ott azért
több anyagot tartalmazott a negatív, mint amit a végén te a kezedbe kaptál papírképet, az már egy ilyen kész örökre vasalva, ez van, ezt alkották a laborban. Nyilván nagy jelentőséggel bírta az, hogy te hogy fotóztál, de volt még játék lehetőség a laborban. Egy csomószor volt olyan, hogy valahova elvitte a negatív filmjeit az ember az egyik laborba, megnézte, hú, hát ezt rettenetesen hívták elő, akkor ez nem kell, esetleg még egyszer beadom, hogy figyeljetek oda, srácok, és csináltok meg még egyszer, vagy elvittem egy másik laborba, ahol, mit ad Isten, szebb képek készültek. Mert ott volt ez a játék lehetőség, ami a digitális fényképezőgépeknél a RAW formátumban van, és ezek ugye sokfélék lehetnek, gyártótól függően, kameratípustól függően különböző elnevezéssel rendelkeznek, mit tudom én, nem tudom már, a Nikonnak azt hiszem NEF kiterjesztésű fájlokat képez, és a többit most nem is ugrik be egy fejből, minden esetre a DJI az DNG fájlokat képez. Tehát amikor a JPG vagy JPEG plusz RAW formátumot állítod be fotózáshoz, akkor lesz a JPEG mellett egy DNG kiterjesztésű fájl, ami ugye sokkal nagyobb méretű fájl, mivel nem tömörített, sokkal több információt tartalmaz, viszont te azt nem fogod tudni kapásból nézegetni, akármilyen géppel megnyitni, akármilyen programmal megnyitni, ahhoz komolyabb programok szükségesek, hogy te a DNG-ket megnyisd, mondjuk például Photoshop, Lightroom és a többi. Tehát egy sima képnézegető az nem biztos, hogy meg tudja nyitni egyáltalán, és adott esetben lehet, hogy megnyitja, csak ilyen rondán néz ki, ilyen nagyon pixeles, nagyon pici méretű, mert úgy értelmezi a képnézegető, hogy ez egy ilyen bélyegkép, azt hiszi, hogy az, mert nem tudja felfogni, hogy mi az, és ez egy ilyen kis bélyegképet csinál belőle. Hát természetesen az nem az, ahogy a fájl méretből is látszik, az egy nagyon komoly fájl, ami sokkal több információt tartalmaz, mint a JPG, csak hát ezt elő kell belőle tudni varázsolni. Ez nem csak olyan, hogy haha, megcsináltam a RAW fájlt, a DNG-t, és utána akkor már is csodaszép képen van, nem. Az utómunkát igényel. Mindjárt be is mutatom, hogy menet közben a drónnal hogyan, mit állítasz, milyen lehetőségek vannak. Az hozzátartozik az egész történethez, hogy ezek a főleg az újabb DJI drónok, azok az alap JPEG-JPG beállításnál nagyon szép képeket lőnek. Tehát ha simán kattintasz egyet, és mit tudom én, nem menet közben kattintottál, amikor sportmódban csapatod, hanem ott van egy szép látvány, amit a kijelződön azt mondod, hogy hú, ez csodaszép, megnyomod a gombot. Az esetek nagy többségében az egy viszonylag szép eredmény lesz. Tehát ezek azért már nagyon tudják a dolgukat. Mégis a DNG-ből, a RAW fájlból sokkal-sokkal többet ki lehet hozni, még akkor is, ha azt mondod, hogy hú, hát ez már annyira szép, hogy nem tudom elképzelni, hogy lehet ennél még szebb, hát lehet annál még szebb. Tehát azt mondom, hogyha nagyon nem szeretnél foglalkozni utómunkával, nagyon, nincs olyan szoftvered, nincs olyan számítógéped, nincs rá időd, kedved hozzá, a JPEG bőven jó lesz, hogyha egy viszonylag jó DJI géped van, nem a legelső szériák, nem a legrégebbi DJI gépek, tehát főleg az ilyen R2S, Mini 3 Pro és ettől feljebb, azok már nagyon szép szenzorral rendelkeznek, és csodálatos képeket fognak lőni JPEG-ben is. No, nézzük akkor egy kicsit, bingizgessünk a beállításokkal. Itt most egy teljesen jellegtelen részt láthatunk egy kertben. Sikerült kiválasztanom a legszörnyűbb pontot, mindegy. Nem akartam, megmondom őszintén, most itt repkedni, zümmögni össze-vissza, hanem leraktam egy hokedlire a drónt, és arra fogunk most állítgatni. Jó, menjünk végig. Tehát itt a jobb alsó sarokban ez egy R2-es egyébként. Az én jó öreg R2-esem, ami még mindig egy tök jó gép egyébként. Nem egy gigantikus szenzorral megáldott, hiper űrsebességgel ellátott dolog, de teszi a dolgát szépen. Nyilván esti fényekben már nem annyira jó, vagy félhomályban, de egyébként derekasan állja a sarat.
A jobb alsó sarokban látjátok, amikor egyébként ide-oda kattingatok, hogy van ez a Pro üzemmód, és van az automata üzemmód. Az automata üzemmódban ő lövi saját maga beállítása szerint a képeket, és ő azért rendszerint szereti úgy lőni a képeket, hogy nem szereti, hogyha ki vannak égve rajta dolgok. Tehát, hogyha mondjuk látod ott a fent az a fehér, hát most elég trutymó eget, akkor ő aszerint állítja be, hogy ez azért ne legyen túlzottan fehér, vagy kevés legyen belőle, tehát behúzza az egész képet viszonylag sötétre, ahogy látod itt a bokroknál azért sokkal több az árnyékos rész, mint amit én mondjuk beállítanék saját szemmel. Most ugye azt mondja, hogy itt is beállíthatod ebben az üzemmódban, az teljesen automatában a JPEG, ez a J, az a JPEG-et jelenti, JPG, plusz RAV formátumot, tehát ahogy már megbeszéltük, hogy a nyers képet is lő a JPG mellett, tehát mind a kettő rajta lesz, vagy a memóriakártyán, vagy most a belső memória, mivel elfelejtettem memóriakártyát tenni a gépbe. Kösz! Jó, na már most. Ugye látjátok ezt a kis úgynevezett hisztogramot, amit itt húzogatok a képben, amit egyébként a kis X-el ki is lehet lőni, hogyha valakinek útban van, de az egy tök hasznos dolog, mert itt látod a sötét és világos részek elhelyezkedését, illetve arányát a fényképeden, tehát ez szerint tudsz adott esetben finom hangolni, vagy beállítani helyesen a képet. Ugye itt a bal oldalon helyezkednek el a sötét részek, a jobb oldalon a világos részek ezen a kis hisztogramon. Ugye itt a sok árnyék miatt bal oldalon van egy ilyen kis púp, ami odafelé tendálódik ott az egész, és az a kis jobboldali tüske, ami koppanásig majdnem fölmegy a tetejéig, az az égnek a kiégését jelzi, hogy igen, vannak olyan részek, amik kilukadtak, tehát ott a világos részeken túltotta sajnos. Ugye egyrészt ez a szenzor, ez azért csodákra nem képes, ez a méretű szenzor, ami az R2-esnek van, 1/2,3 inches, ha minden igaz. Ugyanakkor ez egy olyan, tipikusan olyan fényviszony, ami fényiszony inkább a gépnek, mert akkora kontrasztot, akkora, hogy mondtam az előbb, dinamika tartományt kéne befogni a fényképezőgépnek, hogy hát összetolja magát egy kicsit, mert annyira sok a nagyon sötét, meg a nagyon világos rész, hogy hú, ezzel most mit csináljon. Oké. Akkor most átteszem a Pro üzemmódra, ami már ugye az előzőleg beállított dolgaim vannak itt, filmezéshez volt még ez így beállítva, ND-szűrőhöz. Ha, az ND-szűrőt majd még mindjárt ezután, ha ezt végigvettük, gyorsan azt is témába ejtem. De szép volt ez is. Azt mondja, hogy ugye itt rögtön az elején a kis menünek előhozhatjuk az komplett az egészet úgy, ahogy van, az összes beállítást. Ugye ez az 5900 Kelvin, Kelvinben mérik a színhőmérsékletet. Ezen a csúszkán lehet állítani fönt, hogyha nem autóban van, automatában, kiveszem manuálisba, és ott szépen én tudom állítgatni, hogy hidegebb legyen a színhőmérséklet, úgymond, vagy melegebb legyen a színhőmérséklet. Tehát látjátok, két oldalra húzom, az egyik ilyen sárgás bíboros, inkább sárgás, a másik oldalon pedig ilyen zöldes, kékes, ilyen ciános, úgymond. Az eredmény automata üzemmódban viszont egész jól megoldja ez a kis gép is. Nyilván, hogyha igazán jó fotót szeretne az ember készíteni, meg igazán ért hozzá, meg tudja, hogy hány Kelvin kell oda, meg vagy pedig szeretné művészkedni, akkor ezen tudod állítgatni a dolgokat. Ugye alatta van egyel, hogy milyen formátum legyen, ugye ez a sima JPEG vagy JPEG plusz RAV. Itt pedig a 4-3-as vagy 16-9-es méretű kép legyen, tehát ilyen az a képernyő arány, a kép arányait, az oldalaknak az arányait, lassan csak kinyögöm, tudod állítani, tehát így majdnem kocka, a 4-3-nál is a 16-9 az a széles vásznú, az a mostanában nagyképernyős tévéknél az a normális arány, meg monitoroknál is leginkább. Itt pedig legalul
hogy majdnem legalul, hogy hova szeretnéd rögzíteni, ugye itt most a kártya hiány csak egy helyre tud rögzíteni. Köszi. Szóval, puty, egyel jobbra kattintok a legalsó sarokban, és itt tudom finom hangolni a következő dolgokat. Ez az izó, az úgymond a fényérzékenysége, hát annak idején ez az asában adták meg, azt hiszem, hogy mennyire fényérzékeny. Közben elindult a fűnyíró. Szerintem ezt most leállítom. Már fűnyírót. Pillanat. Szóval az analóg fotózásnál ugye asában, vagy lehet, hogy már ott is volt izó, minden esetre úgy adták meg a fényérzékenységét a negatívnak. Tehát itt hasonló történet. Ez is az izó gyakorlatilag az feltolja a világosság, a fény érzékenységét, vagyis a megnöveli a fényérzékenységét a szenzornak. Úgymond, tehát világosabb lesz minden. Na most ezeknél a pici szenzoroknál ez halálos tud lenni. Mondjuk egy R2S-nél talán egy picit tudsz már izót emelni, az sima R2S-nél inkább ne emeld az izót, mert tönkre vágja az egész képet, mert zajos lesz, szörnyű lesz. Úgyhogy azt tartsuk százason az izót. Komolyabb gépeken, nagyobb szenzorokon lehet emelni az izót, egy R2-esen nem. És egy Mini 2-n se, meg Mini 1-en se, R1-en se, mind-mind tartsuk százon az izót. Ez a shutter, ez a záridő, zársebesség más néven, magyarul többféleképpen is szokták emlegetni. Látod, hogy ha úgy állítom, tehát minél nagyobb értékre veszem, mármint egyébként kisebb, mert egy per, tehát tört szám. Tehát ahogy variálom ezt a zársebességet, záridőt, ez azt jelenti, vagy azt akarja ezek a kis idők, hogy mennyi ideig legyen nyitva a blende, a kis nyílás az érzékelőd előtt, a szenzor előtt. Jó, tehát ez annyit jelent, hogy mennyi ideig engedjen be fényt a szenzorodhoz. Ez minél gyorsabb ez a zársebesség, tehát minél kisebb számot állítasz be, annál rövidebb ideig marad nyitva a kis nyílás, és ezért annál kevesebb fény jön be, annál sötétebb lesz a képed. Minél lassabb zársebességet, záridőt állítasz be, annál tovább marad nyitva ez a kis nyílás, annál több fény jön be. Tehát, hogyha sötéten látszik a képed, és látod a hisztogramon is, ugye, hogy a púp az nem egységesen helyezkedik el valahol középtájt, akkor neked csökkentened kell a záridőt. Tehát ahogy így megyek lefelé, világosodik a kép. Aztán ahogy gyorsítom be a záridőt, sötétedik a kép, mert egyre kevesebb ideig jön be fény az érzékelőre. Na már most, amit itt látsz alatta, ez a plusz 0,7, plusz 0,3, ez azt jelenti, hogy merre felé van eltolódva összesítésben a fény érték, amit ő mér. Tehát gyakorlatilag, hogyha én erre felé állítom, akkor azt mondja, hogy ez egy kicsit túl világos ahhoz képest, amit ő szeretne beállítani alapból. Hogyha sötétítek a képen, akkor itt már mínuszba megy, tehát itt azt mondja, hogy ez már túl sötét az ő alapbeállításához képest. A 48 megapixeles, amelyik gép rendelkezik 48 megapixeles fotóval, lehetőséggel, azt abban nem szeretnék belemenni, mert az számomra egy szemfényvesztés. Tehát az olyan szinten tök fölösleges, tehát az egy ilyen, ha nem akarom a csúnya szót használni, egy parasztvakítás, de hát az gyerekek, nem mondjátok el senkinek. Tehát ez olyan, mint amikor van egy telefonod, és akkor itt, ami 100 megapixel, most már valami ilyesmi körül járnak. Na most mindezt egy ilyen ekkora érzékelővel, az halálosan szar gyerekek. Tehát az abból, ha bele, nagyon klassz, hogy ilyen gigant posztert lehet bele csinálni, egyébként ilyenekre jó, mert nyomtatásban tök mindegy. Úgyis minél nagyobban van kinyomtatva, annál messzebbről fogod nézni, tehát ott annyira nincs jelentősége.
Viszont az, hogy te most oda bezoomolsz és kiveszel részleteket, borzasztó dolgok lesznek, tehát ilyen digitális trutymó, ilyen festményszerű valami, az úgy, ahogyan felejtsétek el, tehát ezek a 12-20 megapixeles normális formátumok, kamerák, fényképezőgépek, ezek atomjó képeket csinálnak, nem a megapixel számít, mert ilyen 7 megapixel körül A4-es lehet nyomtatni 300 dpi-ben, 300 dot per inch-ben, ami egy ilyen tökéletes nyomtatvány A4-esbe. Na most akkor az azt jelenti, hogy majd 12 megapixelbe közel A3-as méretben lehet nyomtatni fotót. Na most az már ekkora, és így tovább, tehát a 20 megapixelesből akármit csinálhatsz gyakorlatilag, bármit. Nézzetek meg egy plakátot az utcán, menjetek oda hozzá közel, hogy néz ki közelről, színes részek, hogy néznek ki közelről. Ekkora ilyen pöttyöket fogtok látni, meg mindenféle masszatokat. Ennyit arról, hogy mit mekkorába lehet nyomtatni. Annak idején Phantom 3S géppel készített fotó megjelent nekem, mármint, hogy általam készített fotó megjelent utcai óriás plakátba, 5 méter széles óriás plakátba, és baromi jól nézett ki. Phantom 3S, az valami, nem tudom, 2015-ben, vagy valami ilyes, vagy 16-ban, és az 12 megapixeles fotót képzett, és hát nem túl jó minőség. Hát jó, oké, teljesen használható minőségben, de hát manapság, meg ugye ilyen röntgenszemekkel már nem számít annyira jónak. Úgyhogy ennyit a méretekről. Jó? Nem a méret a lényeg. Igen, még annyit elfelejtettem egyébként, hogy van egy olyan lehetőség, hogy megmondhatom ilyen fotóüzemmódban, megmondhatom a gépnek, hogy hova mérje a fényt. Tehát, hogy hol szeretném, hogy szép, hogy jó fényérték legyen, tehát, hogy korrekt legyen a számítás. Mert mondjuk azt mondom, hogy én, van nekem a kép bal oldalán valami nagyon világos dolog, de én azt letoljom, ne oda koncentráljon, hanem mondjuk ide, a jobb alsó sarokba, ide a veteményesbe, hogy az nagyon szép legyen, az se túl világos, se túl sötét ne legyen. És akkor ahhoz állítja az egész képnek a fényértékét, lehet, hogy elrontja a képnek a nagy részét, de az a rész nagyon szép lesz. Na most ugyanezt meg lehet csinálni például úgy, hogy az égre kattintok, és akkor hoppá, előjönnek a kis felhőcskék odafent, mert azt mondtam, hogy ott mérjen fényt, és azt szeretném, hogyha korrekt lenne az a rész, többire tojok rá. Jó? Nyilván ezt ki lehet x-elni, és akkor visszaáll az eredeti megoldás, hogy az egész képet figyeli, és ott von egy átlagot, de van egy ilyen lehetőség is, ami a segítségünkre lehet. Na, szerintem nézzük meg, hogy mit csináltunk, és akkor ebből esetleg tudunk-e valamit fejlődni. Na, készítettünk egy gyönyörű szép dombról gyakorlatilag egy JPG-t és egy DNG-t is, úgy, tehát ez a JPEG plusz DNG, JPEG plusz RAW, bocsánat, ami egyébként jelen pillanatban DNG, és konkrétan ez a 4:3-as képarányú, hány megapixeles képpont, hány megapixeles, 12 megapixeles fotója az R2-esnek, ez egy JPEG. És itt már is láthatjátok azonnal, hogy ez a felhőrész megsemmisült. Gyakorlatilag nincs benne információ, kész, kiégett, viszontlátásra. És itt további felhőrészek megsemmisültek, megszűntek létezni. Jó, azért ebből is némi utómunkával azért vissza lehet hozni, abból a részből már nem, mert gyakorlatilag, hogyha lehúzom az expozíciót, akkor itt látod ezeket az atomvillanásos dolgokat, azon semmivel nem tudsz segíteni. Tehát ilyenkor koszolja be, amikor visszahúzom az expót, de semmi értelmes dolog ott nincs. Nincs információ, zéro. Tehát az menthetetlen. Egy picit a többi felhőnek az árnyalatait még behúzhatod, de egy picit itt az árnyékokat kivilágosítom. De hát itt ezt a csúcsfényeket nagyon be kell húzni. Van ez a homályosságmentesítés, jaj, de gyönyörű kifejezés. Azt bejebb húzom, akkor még ég is lesz, gyerekek. Igaz, hogy jó zajos fos, de valami azért ott van. Tessék, ennek adunk még egy kis szaturációt, szintelítettséget, árnyékokat még egy kicsit
felhúzom. És akkor gyakorlatilag nyilván ízlések és pofonok, de ez nagyjából azt mondom, hogy ennyit lehet kihozni ebből a képből. Ugye láttad a különbséget, azt mondja, hogy előtte, utána, előtte, utána. Ez egy sima jépeg, jó? Tehát ez még mindig egy sima jépeg. Ami ugye nagyjából örökre vasalva, mert csak bizonyos határok között tudsz mozogni, ami egyébként így sem rossz, tegyük hozzá. Mondjuk ez itt egy kicsit ciki. Ez. Ez. Jó? Tehát ez a zéró információ. Jó, nézzük meg ugyanezt a RAW file-al, a DNG-vel. Gyerekek, ugye ezt szintén berángatom ide most a Photoshopba, ezt most azon visszaállítok mindent, mert már ugye nézegettem eredetileg, és jó, tehát ez, amikor behívod a DNG-t, akkor az így néz ki, ami megint csak nem túl rózsás a helyzet így ránézésre, viszont itt a lehetőségek tárháza sokkal nagyobb, mint egy JPG-nél, ahogy ezt már 80-szor elmondtam, itt vissza tudod húzni a csúcsfényeket valamennyire, azt nézem, hogy itt ugye ez egy kicsit túl expós, itt az expozíciót is vissza tudod húzni, tehát ebben még ennyi játék van, tehát ha teljesen visszahúzom, itt van az információ, minden, nem atomvillanás van, hanem ott van az info, nyilván ennyire nem akarom visszahúzni, de egy picit visszahúzom, és a csúcsfényeket is még, hát az is lehet, hogy teljesen tessék. Oké, jó, most ugye az árnyékokat azt úgy rendesen vissza kell ráncigálni. Lehet, hogy nem fogok ennyire visszahúzni az egész expóból, mert akkor már az egész hegy tök sötét lesz. Csúcsfényeket úgy is visszahúztam totál. Itt még van ez a homályosság mentesítés már megint. Ugye ezzel a felhőket vissza tudom húzni. Nyilván ez is ízlések és pofonok, gyerekek. Annyiféle képpen lehet feldolgozni ezeket a fotókat, hogy ihaj. Van, akinek már ez is túl sok. Jó, én azt mondom, hogy ugye itt már színtelítettségehez nem kell nyúlni, mert ez már telített elég rendesen. Jó, talán egy picit sötét így, és akkor mondjuk nagyjából azt mondja, hogy azt mondom, hogy jó lesz így. Akkor képernyőzigazítás. No, itt a különbség a kettő között. Pam, pam. Látjuk, hogy a DNG-nek van egy pici hordótorzítása egyébként, amit a JPG-nél kiküszöböltek. Viszont közelítsünk be, és nézzük meg, hogy itt mi történik. Na, itt is bemegyünk annyira. Ezt berángatjuk, itt mindjárt odarántja a sarokba őket. Tessék, ez a RAW file, a RAW file, ez a JPEG felhőket érzitek? Ping, 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 ping. Ezt tudnám egész nap csinálni. Kicsit más, ugye? És akkor még ajánlom figyelmetekbe ezt a maszat elszíneződést, ilyen digitális trutymót, amit végig, amikor visszahoztam az eget, akkor keletkezett itt fönt ez a digitális maszat, ez is. Ez is. Nézzük már meg a DNG-be, a RAW file-ba. Nincs ott semmi ilyesmi. Szép ég van, amit vissza lehetett hozni. Nem veszett el. Itt is megvannak a felhőcskék. Itt is nézzük meg a tornyokat, a világító, vagy milyen világító, mit tudom én, milyen torony ez. A DNG-be sokkal részletgazdagabbak. Sokkal élesebb minden, meg hát a felhő, könyörgöm, a felhő, gyerekek. Hát mennyivel szebb. Meg egyébként, gyerekek, itt dinamika van, itt vannak színek, vannak árnyalatok. Ez meg itt egy nagy trutymó. Hát tudod? JPEG, RAW. JPEG, RAW. És képzeld, de mi lenne, hogyha egy drága drónom lenne, ugye? Egy Mavic 3 Pro, vagy ilyesmi. Mert ez még csak egy R2-es. Nézzük meg a... Hoppá. 100%-ra. Nézzük meg, leteszem a... Vagy ide teszem ezt a dombot, ami ott volt a háttérben. Picit lejjebb hozom, hogy nagyjából lássuk a
Na, mi vagyunk? Ez a DNG. Ez meg a... Ez a JPEG, DNG. Tehát ott is látszik, meg ebben ennél az erdőnél is látszik, meg itt is látszik, meg ugye a felhőknek milyen árnyalatok vannak. Hát itt ilyen digitális maszat van, mindenféle furcsa elszíneződések. Itt meg szép árnyalatok vannak, színátmenetek, részletek, dinamika. Ennyi. Ez itt a különbség JPEG és RAW között. Ég és föld, és mondom, ez még nem egy drága gép egy jó szenzorral. Ugyanez egy nagyobb szenzorral, egy komolyabb gépnél sokkal látványosabb különbség van. De van. Az mindig van. Tehát ez a RAW dolog, ha tudtok utómunkázni, és lehet, van választási lehetőség, akkor mindig a RAW-ot kell választani. Az a sokkal-sokkal jobb minőség. Na, szerintem visszaadom a szót a srácnak a kertben. Akkor gyorsan elmondom még, amit az ND szűrőkről érdemes tudni fotózás címszó alatt. Gyakorlatilag az esetek nagyon nagy hányadában nem fogod használni az ND szűrőt, vagyis hogy ne használd az ND szűrőt fotózáshoz, mert ugye azzal csak egy napszemüveget teszel a lencséd elé, egy még jobban besötétíted, amikor ugye ez a nevében is benne van, hogy fényképezés, tehát a fényt leképzed. Ezért, hogyha megnehezíted a dolgát a kamerának, hogy nehezebben jöjjön be a fény az objektívba, az érzékelőre, akkor rontasz a minőségén, ugye általában. Na most speciális esetek vannak, ugye ezt már sokszor megbeszéltük, hogyha mondjuk mit tudom, egy vízesést vagy egy hullámzást szeretnél ilyen sejmes elmosódottra lefotózni, és a környező részeket élesen hagyni, akkor ugye megállsz szélmentes környezetben, a levegőben, mint a cövek, fölteszel egy ilyen, nyilván előbb teszed fel a nagy ND szűrőt, de akkor ilyen ND 1000-es, vagy ND 256-os, vagy valami hasonló ND szűrőt, fényes nappal, és akkor tudsz egy ilyen elmosódást előidézni, mivel jó sokáig nyitva hagyod a blendét, tehát ilyen hosszú záridővel tudsz akkor fotózni, és hogyha a szerencséd van, nem fújt a szél, nem mozdul el a gép, akkor minden éles marad, viszont a víz az egy ilyen sejmes, elmosódott, ilyen kis kellemes lesz. De hát az ember mondjuk nem tudom, 1000-ből egyszer csinál ilyen jellegű képet, ha csak nem ez a mániája. Minden egyéb esetben nem jó az ND szűrő fotózáshoz. Jó, azt felejtsétek el. Nyilván velem is sokszor előfordult, hogy videózni mentem föl, alapvetően van rajta egy 16-os ND szűrő, mondjuk, hogy ugye belassítsam a megfelelő mennyiségre a zársebességet a kellemes videózáshoz, és látok valami szép dolgot, amit le is kéne fotózni, akkor nem fogom lecibálni a gépet, hanem hát egy ilyen kompromisszumos megoldással ND szűrővel fogok fotózni, tudva azt, hogy lehetne ez ennél jobb is ND szűrő nélkül. Jó? Még amit nem említettem, az a rekeszelés, ugye, hogyha olyan géped van, amin rekeszelni lehet, tehát egy mondjuk egy Mavic 2 Pro-d, vagy egy Mavic 3-as géped, ott van lehetőséged állítani a rekesz értéket, nem csak a zársebességet, nem csak az ISO-t. Ilyenkor az egy plusz állítási lehetőség, ugye a képernyőn a jobb alsó sarokban, amikor láttátok a részletes beállítási lehetőségeket, ott volt egy ilyen F, nem is tudom, 2,8, 2,2, ilyesmi számok szoktak ott lenni, és még ezen is tudsz állítani, ez a rekeszérték, hogy mekkorára legyen nyitva a blende a gépeden, a fotós gépeden, és ez az érték, ez minél nagyobb, annál szűkebb a kis nyílás, hogyha van egy ilyen fényképező géped, ami egy ilyen tükörreflexes vagy milc géped van, ezen látni is lehet, hogy szűkül be, ahogy növeled ezt az F számot, a rekesz értéket, szűkül be a kis luk, amin a fény beszűrődik, és tehát minél nagyobb ez az érték, annál kevesebb fényt enged be, annál sötétebb lesz az egész kép. Minél kisebb ez az érték, annál nagyobb lesz a luk, amin bejön a fény, de szépen fogalmazok, és annál több fény érkezik be értelemszerűen. Jó, de ezt csak akkor tudod állítani, hogyha ilyen rekeszelhető géped van, amikor, mit tudom én, 2-2-től vagy 2-8-tól állíthatod mondjuk F11-ig az ilyen rekeszértékeket, és akkor még ezzel is lehet játszani, hogyha szeretnél
játszani ezzel a... Srácok, ennyi fért bele a mai műsorba. Remélem, hogy tudtam újat mondani, tudtam segíteni a kezdő drónfotósoknak, és most már dögivel fognak születni a jobbnál jobb felvételek, akár utómunkával együtt, akár anélkül. Ne csüggedjetek, a gyakorlás az nagyon fontos, az mint mindenben itt is a gyakorlat szüli a mestert, ha nem is a mester, de ott lehet belejönni ezekbe a műveletekbe. Úgyhogy ha első 30 kattintásra nem sikerül, akkor a 31-re még mindig sikerülhet, úgyhogy nem kell aggódni. Senki sem úgy jött ki anyukájából, hogy tökéletesen fotóz, és ilyen fotoművész, és én csinálom, nem tudom hány éve, 20 éve csinálom, ugye földi dolgokkal kezdtem, a mai napig tudok olyan szarképeket csinálni, hogy ez valami botrány. Jó? Úgyhogy nem kell nagyon önkritikusnak lenni. Illetve hát az jó, hogyha hajszolok hagytok, de nem kell bántani magatokat, hogyha nem sikerül valami. Nem akarom tovább szőni, csűrni, csavarni. Gyertek máskor, és lájkoljátok, osszátok, iratkozzatok fel, gyerekek. Mondom azt eleget, hogy iratkozzatok fel, mert csomóan látom, eszméletlen sokan megnézik, és van, aki még nem iratkozott fel. Képzeljétek el, van, aki még nem iratkozott fel. Ez botrány. Ciao.